alakult egy oktatási csoport, majd 2020-ban le is költözött a végleges helyére a Skill Laborba. Természetesen oktatások ugye már korábban is történhet, mint ahogy a Skill Labor megalakult. Először ugyanis a Skill Laborban oktatók tanítására volt szükség ahhoz, hogy a több száz millió forintból létrehozott műhely működni tudjon. A Markóth Ferenc Kórház refektóriumában számoltak be a projekten dolgozók az elmúlt években elért eredményekről. Mondhatjuk azt, hogy erre a megnyitóra 250 éve várunk. 250 évvel ezelőtt kezdődött ugyanis az EGRI kórházban az oktatás, árulta el a jelenlévőknek dr. Maszárovics Zoltán, orvosigazgató, aki kiemelte azt is, az orvoslást, az ápolást nem lehet gyakorlati képzés nélkül megtanulni. A 2017-ben kezdődő projekt révén a három egyetemi skill központ mellett 16 megyei oktatókórházban is lehetővé vált a diagnosztikus, terápiás és életmentő beavatkozások szimulációs környezetben történő gyakorlati oktatása. A Markóth Ferenc Kórházban közel 300 négyzetméteren alakították ki a tanműhelyt, melyet több mint 200 millió forint értékben szereltek fel képzéstámogató eszközökkel, illetve informatikai rendszerekkel. Több mint 450 különböző szimulációs eszköz áll az oktatás szolgálatában. A szimulációs szemüveg segítségével több dimenziós megvilágításban tudják szemlélni az emberi szerveket és azok összetételét a tanulók. Eleve egy olyan oktatási módszerrel dolgozunk, ami felkelti akár a gyermek, akár a felnőtt érdeklődését. Olyan tudást igyekszünk átadni, ami stabil lesz. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy egyszer gyakorolja, megtanulja, aztán utána már menni fog, tehát időközönként akár 4 havonta érdemes ezt ismételni, de érdeklődnek. Ha valaki érdeklődik valami iránt, sokkal könnyebben megragad benne. Rengetegféle ellátást, életmentési módszert lehet gyakorolni a Skill Laborban olyan szimulációs bábuk segítségével, amelyek súlya megegyezik a valódi emberekével, vagy éppen ennek a kisbabának a súlya és testének mozgása a valódi kisbabájéval. A Skill projektnek az a lényege, hogy országszerte egyetemi központokban és 16 megyei kórházban is hasonló műszerparkkal a gyakorlati egészségügyi képzés segítő eszközök kerülnek kialakításra itt Egerben is, körülbelül 300 négyzetméteres területen, több száz millió forint értékben egészségügyi műszereket kaptunk, azért, hogy az itt működő oktatási csoport, illetve a Skill projekt köré szerveződő oktatók, szervezők minél több embert tudjanak gyakorlati szempontból is oktatni. Az oktatottaknak a köre igen széles, hiszen az elmúlt 1-2 évben már megkezdtük ezeket az oktatásokat, részlegesen itt a Skill Laborban is. Ez azt jelenti, hogy több tucat képzés, kurzus történt, és több mint 1000 ember oktatása történt meg. A labor használata folyamatos, hiszen akár a kórház dolgozóinak, akár a külsős képzettek mindig újabb és újabb körének van szüksége az ismeretek felfrissítésére, megszerzésére.